Üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban folytatom FIFA 15 Ultimate Team-et. Ugye jelenleg a 7. osztályban járok, és egy ponton van, ugyanis az első mérkőzés ugye X lett, 4-4-jel végződött. 9 hátralévő mérkőzés van ugye még értelemszerűen, és akkor keressünk is gyorsan egy ellenfelet. Első mérkőzésem egy magyar gyerek ellen lesz, nem más neve, mint Bazsi. Hát nem tudom, hogy a csoport tagja esetleg, vagy néz engem, de hát remélem egy jó mérkőzés lesz. Real Madrid CF a csapatának a neve. Az kemény. Tuti amúgy, hogy tudja, hogy ellene játszok, ez 100%, vagy nem tudom. Na, hát akkor hadd szóljon. Óriási gól! James Rodriguez! Hát ez mekkora kötény volt, te jó Isten! És aztán egy hatalmas bomba! Hát idáig nem sokat mutatott nekem ez a gyerek, de ez most hatalmas. Már is a meccs elején egy óriási bombával kezdem. Ma még egyébként nem játszottam egyáltalán a játékkal, úgyhogy nem tudom, mennyire fog menni a játék, de hát, hogyha ilyen gólokat lövök, akkor baj nem lehet. Itt egy kötő, nem fújja be, előnyszabály, és egy óriási bomba a kapus szeme közé. Megpattant a labda, de gyönyörű gól. Erről van szó. Benzema. Benzema 2-0. Hamar megszerezzük a másodikat. Bél 3-0. Hát ez nem sokáig tart. Legalábbis idáig nagyon magabiztosan játszom. Itt a negyedik. 18 perc elteltével majdnem 19-4-0-ra vezetünk. Elég magabiztosan játszok. Ott a kövi. Rodriguez parádés ezen a meccsen. Helyezkedésileg is az a gólja, hát az valami elképesztő volt. 36 perc játék után 5-0. Hát még egy. Ez már kezd sok lenni. Hát nem tudom, ki ez a pasit, elnézést. De hát most ez olyan, hogy ha egyszer játszok valaki ellen, akkor ez nekem tök mindegy, akár rokon is lehet, ugyanúgy komolyan veszem. És egy 11-est összehozok. És belövi. 6-1 ezzel. Elképzelhető, hogy ennyi lesz a fél idő is. Ez nem volt les. Hát jó. Neymar!
Az szép, ő vele gólt fejelni, hát az komoly. Pedig nem éppen az erőssége, fejes. 7-2 ezzel. Ez igen, megint nem támadja senki. Na mindegy, 7-3. Hiszem ez a meccs már amúgy is a kezünkben volt, úgyhogy egye fene. Ez mondjuk szép cső volt. Tehát itt hogy maradt le Ramos ennyire? Hát az... És itt a vége, 7-3-ra nyertünk. Azt hiszem az első pár percben iszonyatosan jól játszottunk, és hát gyakorlatilag minden helyzetünket belőttük. De egyébként lehetett volna ez egy szorosabb mérkőzés is, hogyha az elején nem alszik el annyira az ellenfelem, Bazsi. Úgyhogy ja, hát ez így alakult. Ez gyönyörű volt Hamesnak a gólja. Hames dupla, Neymar dupla, Benzema dupla, Bale egy gól. Gólpasszokat ugye Bale, Kedira, Marcelo, stb. Stb. És akkor menetelünk is tovább, 4 pontunk van jelenleg. És még 8 hátra lévő mérkőzés, úgyhogy keresünk is gyorsan egy ellenfelet. Meg is van a következő ellenfelem, Mr. Dusan, BPL csapat, Aguero, oh my fucking god. 100% köszönöm, Aguero Rémi, hát az a kurva, Szala. Az is kibaszott gyors. Bakker. Ez nehéz meccs lesz, ezt ide érzem, hogy ez kurva nehéz meccs lesz. Na hajrá! Az jó! Neymar! Neymar belövi! 1-0! Negyedik perc! Úgy szaggat a játék megint, mint az Isten nyila, de hát nincs mit tenni, hát egyszerűen nem tudok ezzel mit csinálni. Mert hogyha este játszok, akkor szaggat, ha délután, akkor ha délelőtt, akkor úgyhogy tök mindegy, mikor játszok. Ideig állandóan délelőtt vettem fel a videóim, szarrá szaggatott, most egyfele kivártam a délutánt, mondom most veszem fel. Olyan délután 2 óra környékén lehet, ugyanúgy szaggat, úgyhogy nem tudok mit csinálni, ezek a szerverek. Benzema! Benzema lepasszolom, ott van! Így van, 2-0 Modric! Megint hol a kapusom? Hol van kapusom meg Ramos? Te Ramos bazd meg minden, már minden egyes meccsen lemaradt vagy 6-szor. Nem értem, nem értem, komolyan mondom. Nézzük meg megint, figyelj. Nem nézzük meg, szoblom. Szép volt, 2-2. Nem tudom mit mondani, tényleg nem. Cseréljek be valakit, hogy mi a faszomat csináljak. Hát nézd meg a visszajátszást, ezt nézd meg, tehát ez nem játék. Az gól! Micsoda! 7 méterről nem tudja eltalálni a kaput. Ez igen. Benzema. Gól! Ben van! Benzema 3-2, egyed a laggos szar netedet, hülye gyerek, vagy nem tudom mi ez, szerintem a szerverek hibája. Igen, erről van szó. Épp, hogy el tudtam lőni, bakker, nagyon nagy volt.
Told meg, papa! Gól! Benzema! Karim Benzema, hát ez a csávó mindig megment. Bárhol, bármikor. Legnagyobb forma. Esküszöm a legjobb csatára játékban. Esküszöm. Hát ezt most megint hogy beverte, nézzétek meg. Ez csodálatos. Istenem, hát csodálatos. Benzema belövi. Ez az. 5-2 gyerekek. Hiába jössz vissza, öreg. Hát ha egyszer így szaggat, akkor így szaggat, ez van. Bél! Ó, megint. Benzema! Bél! Belövi! Istenem! Mint kurva a laborba, olyan volt a gyerek. Mekkora egy szar. És elétolja. És itt meg azt hitte egyben rálövöm. Hát az benézted, öcsém. Fake shot, aztán már üres kapuba csak be tudom gurítani. És itt a vége! 6-2-re nyertünk! Ismételten szarrá laggolt az egész játék, de hát nem tudok ezzel mit csinálni, szerintem maga az EA szerverek egy rakás szarok, ugyancsak tavaly is az volt. Úgyhogy nem tudok ezzel mit tenni. Benzema megint hozta a remek formáját, és sikerült vele igencsak 3 gólt szereznem, amivel 9,9-es osztályzatot kapott, de arról nem is beszél, hogy még 2 gólpassz is a nevéhez fűződik, Bél pedig 3 gólpasszt adott, ami igencsak egy... Ja, jó, igen, 7 ponton van, 2 győzelem, 1 döntetlen, 0 vereség idáig. Hú, hát ez kemény meccs volt mindkettő, azt gondolom. Na jól van, köszönöm, hogy megnéztek ezt a videót is, hogyha esetleg tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra és lájkoljátok ezt a videót. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogat, aki kommentel, minden. Úgyhogy én Krisztián voltam, sziasztok!